Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornán titeket! Ez most egy doboz nézegetős, nyitogatós videó lesz. Van, amit már megnéztem, úgyhogy nem minden lesz újdonság és meglepetés, de azért érdekes lesz szerintem. És ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor mindenképp tedd meg most, lent megtalálod a feliratkozás gombot, és hogyha fel vagy iratkozva, akkor pedig mellette látsz egy harangot vagy csengőt, amit ha megnyomsz, akkor mindig fog kongatni, hogyha felteszek egy új videót. És bevallom őszintén, én nagyon sok videóról lemaradtam, olyan videósoktól, akiket szeretek és követek, úgyhogy ezért is érdemes szerintem ezt benyomni, mert utána nehezebb visszakeresni, illetve külön a feliratkozásoknál tudsz majd rákattintani az adott oldalra. Úgyhogy én ezt ajánlom minden olyan kedvelt videósnál, akit szeretsz, és akinek szeretnéd látni az új tartalmait, és most azt hiszem, hogy egy kis reklámot adtam mindenkinek, úgyhogy vágjunk is bele. Az első csomag csörögni fog, de gyorsan letudom, ez pedig a Biotech USA-tól van, és én a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközponttal együttműködök, és havonta egy-egy poszt készül ennek keretében, és pár terméket kaptam a Biotech USA-tól. Mivel elkezdtünk edzeni botondol, ezért izgalmas ez az egész, mert elkezdtem tényleg belemélyedni ebbe a témába, még nagyon kevés az ismeretem, de pár életmód blogger barátnőmnek köszönhetően már azért alakulnak a dolgok. Minden esetre pár ilyen kis csomagot kaptam, vannak itt fehérjeporok, és igen, ez egy ízesített fehér italpor cukorral és édesítőszerekkel, és ez egy lattis ízű, ezt most ki akarom majd próbálni, úgyhogy ezt mindenképp majd most megiszom, mivel abszolút ma még nem jutottam el addig, hogy egyek, viszont este fogok majd menni edzeni, úgyhogy ezt ki akarom próbálni. És ez az edzőtermes dolog, ez még mindig egy kicsit futurisztikus élmény, de legalább kiléptem a komfortzónámból is mozgok, úgyhogy szorítsatok, hogy a kitartásom se csökkenjen, és inkább nőjön. Úgyhogy ez is egy izgalmas, új lehetőség magamnak és a korlátaimnak a kiaknázására. Valamint van még itt két leves, lehet, hogy ezt kéne inkább megkóstolni. Ez egy sajtos levespor, magas fehérjetartalommal, és van itt egy paradicsom levespor. És nem is tudtam, hogy ilyesmiket is árulnak a Biotechnél. Valamint aminek nagyon-nagyon örültem, és ami szerepelt is a posztba, az pedig egy kifejezetten nőknek való vitamin, amiben rengeteg olyan vitamin is van, ami ugye a hajnak, a körömnek és a bőrnek is jó tesz, tehát ez abszolút egy ilyen szépségvitaminként is felfogható dolog, és hát egyre nagyobb hangsúlyt fektetek igen erre is. Tehát tényleg, ahogy lépkedek előre az időben és korosodom, annál inkább látom, hogy az egészség a legfontosabb, és most már ezt nem csak szlogenként értelmezem, hanem tényleg úgy gondolom, hogy erre figyelni kell, és mivel gyógyszertári asszisztensnek tanultam, ezért egy picit most már jobban belelátok, vagyis hát reméljük, hogy a december 9-ei, 8-a, nem is tudom, hogy hanyadikán vizsgázok, szóval reméljük, hogy addigra teljesen bele fogok látni mindenbe, és mindent tudni fogok, de az a vitamin és összetevő téma, ez nagyon érdekelt, úgyhogy már ezért megérte ez az egész. Akkor az Irosi is meglepett pár termékkel, mert mint az üzlet konkrétan, annyira egy házi üzlet, mert nem állok a fürdőcéggel kapcsolatban, bár nagyon kíváncsi vagyok a termékeikre, és a tusfürdőiket pedig nagyon előszeretettel használtam, meg a parfümjeiket, úgyhogy nem lennék én annyira ellene, hogyha az Yves Rocher Magyarországgal is lenne valami kapcsolatom, és be tudnék számolni a termékeikről, illetve hogy hogyan is tetszettek. Na mindegy, most három termékről biztos, hogy tudok majd írni, és fogok is a saját blogomon is, mert szerintem érdekesek, választhattam ugye három terméket, annyi volt az egyik elképzelésük, hogy legyen egy bőrápolási termék is benne, minden esetre nem azzal kezdem, hanem a parfümmel, ami valami szuper, és ugye én már próbáltam a gyöngyvirágos, a rózsás, és még egy fajtát, az orgonás illatot, amit tényleg egy letisztult tényleg az adott virág illatát
idézőek, és teljesen olyanok szerintem, viszont most arra gondoltam, hogy egy ilyen naturalit hozok el, és ezt kezdem el használni, ami nagyon zöld illat, gyakorlatilag füves illat, tehát olyan, mint a frissen vágott fű, legalábbis számomra abszolút ezt tükrözi. Nem látok rajta amúgy magyar leírást pontosan, hogy milyen illatjegyek vannak benne, de egy enyhe citrusosságot érzek, illetve ahogy olvastam, az úgy rémlik is, hogy van benne, és tényleg egy kicsit enyhén citrusos, nagyon friss, és szerintem ez az, ami minden természetes nőnek jól áll. Akik szeretik a természetet, azoknak pedig egy kis nyári sítát, vagy tavaszi sítát idéz, és hát ilyenkor télen is szeretek amúgy ilyen illatokat viselni, mert egy kicsit feldobják a kedvemet, és tudom, hogy ilyenkor mindenki a fűszeres, nehéz illatokat szereti, én viszont néha szeretem azt, hogy a nyár visszaköszön ilyen formába. És haladjunk, van még itt egy elixír, ami bőrápolási vonalon anti-aging, tehát ezt ilyen 30 éves kortól ajánlotta a hölgy, bár én ezzel nem értek egyet, abszolút, amit mondanak, hogy az ívrosiban azt mondták, hogy életkor szerint kell belülni, szerintem nem, szerintem minden olyan terméket érdemes már használni, akkor, amikor megjelennek az első ráncok, hiszen ráncokat megelőzni lehet kezelni igazán nem nagyon, nagyon kevés dolog képes rá, leginkább a botox, úgyhogy ezzel nem értek egyet, hogy az életkor határozza meg, hogy mit használj, de azt mondta, hogy mindenképp ezt próbáljam ki, úgyhogy én hallgattam rá, és elfogadtam a véleményét. Amúgy egy nagyon könnyed szérum, még csak párszor alkalmaztam, és nyilván ennek kell egy másfél-két hónap, hogy tudjak róla teljes véleményt mondani. Egyébként jól beszívódik, és hidratál, és kellemes az illata. Egy ilyen uborkás illatot érzek ki belőle, amit én kifejezetten imádok, úgyhogy tényleg izgi lesz ezt majd letesztelni, főleg, hogy nagyon sokat olvasok a kialakulat csoportban is arról, hogy írtátok, hogy az Yves Rocher-nek nagyon jók a bőrápolási termékei, plusz egy-két számomra nagyon hiteles blogger is nagyon szereti ezeket a termékeket, úgyhogy ideje megismerni ezt a termékpalettát, és nem csak tusfürdőket vásárolni tőlük. És van itt egy alapozó, amire azt mondta a hölgy, aki kiszolgált, és aki megmutogatta a termékeket, hogy 14 órát kibír, és nagyon szereti mindenki, aki használta, és hogy ezt rendszeresen újra vásárolják, úgyhogy nem hagyhattam ki, bár nagyon csábítóak voltak a matrúzsok is, de arra gondoltam, hogy akkor egy alapozót teszteljünk le, az azért elég jól körül tudja határolni az adott márkának a smink tudását, és ez ugye egy ilyen könnyed termékleírást, itt se látok magyarul rajta. Viszont a fedés az inkább egy hétköznapi fedés, vagy pedig korrektorral alá kell dolgozni, vagy felé kell dolgozni ahhoz, hogy elfedje minden bőrhibát, de tényleg egy természetes hatású, és tényleg tartósnak éreztem, de ez is egy hosszabb tesztelés, ehhez kell, hogy egy olyan nehezebb napon is használjam, amikor vannak bőrhibáim, olyan napon is, amikor mondjuk melegebb van, vagy mondjuk elmegyek edzeni, és rajta marad az alapozó, nem baj, hogyha ilyen helyzetekben is meg tud felelni, és nyilván nyáron is izgalmas tesztelni ezeket, hogy bírják a hűséget. Minden esetre ez a 200-as róz árnyalat, ami meglepődtem, hogy ez nekem jó, de úgy tűnt, hogy ez jó. Nagy nehezen kiválasztottuk, mert azért van elég sok árnyalat, és nekem valahogy ez az alapozó választás még mindig nem megy olyan tökéletesen. Reméljük egyszer ennek is megfejtem a titkát. Igen, mint a Szent Grált megtalálom. És ha már Nyíregyháza vonalon mozgunk, akkor jártam a fodrászomnál Lukovics Imrénél, és hát látjátok, hogy új a frizurám, és nekem nagyon tetszik. Kaptam tőle egy L'Oréal naptárkát, ilyen zsebnaptár, tudja, hogy szerintem a naptáram full tele van mindig írkálva, és nem is bánom, hogy egy ilyen kisméretű naptáram is lesz 2018-ra, úgyhogy ennek is tökre örültem, hogy ezt így ajándékba odaadta, illetve ajándékba a hajvágások mellé ad most egy L'Oréal szempillaspirált, vagy egy rúst, úgyhogy választottam egy L'Oréal rúst, L'Oréal szempillaspirált, ez a Volume Million Lashes, én ezt még nem próbáltam, sőt nem is láttam a polcokon, szóval passz, lehet, hogy én vagyok vaksi, de úgy nem,
nem tűnt fel, hogy ilyesmit lehet kapni. Úgyhogy ez is tök jó, hogy ezt kipróbálhatom. És vásároltam tőle egy Tangle Teasert, ami egy rose gold verzió, és ilyen táskába bedobós, és gyönyörű szép. Kicsit gyűjti az új lenyomatokat, de nem olyan durván, mondjuk, mint egy pupa csomagolás. És nagyon jó, hogy ez így meg fogja védeni attól, hogy összenyomódjon, és megvan az utazós hajkefém végre, ugyanis mindig vittem magammal valami Tangle Teaser másolatot, de hát igen, egy, hogy féltettem, kettő, hogy azok csak másolatok, nem ugyanolyan jók, mint ezek, mert tényleg nem tépi a hajam, és megváltás göndörhajuként, meg száraz hajvégüként pedig főleg, mert nekem nagyon durván gubancolódni tud a hajam, illetve rasztásodni, bár amióta én mihez járok, azóta nem éreztem, hogy itt hátul rasztásodna a hajam, vagy nagyon összegubancolódna, illetve most levágtunk belőle pár millimétert, és sokkal jobb a fogása, úgyhogy ez is egy jó tapasztalás volt, de majd írok erről, mert szerintem ez egy érdekes téma, ez a fodrász ügy. Ugye a negatív tapasztalatomról beszámoltam, a hajmentő akcióról is, úgyhogy szerintem mindentől folyamatában érdekelhet titeket, illetve hogy milyen szolgáltatásokat próbálok ki, mi az, amivel próbálom feltuningolni a hajam, és eljutottam arra a pontra, hogy bizony 30 évesen úgy érzem, hogy megengedhetem magamnak, hogy két havonta elmenjek egy fodrászhoz. Olyan, ugye én nem járok se kozmetikushoz, nem jártam eddig fodrászhoz, nem járok manikűröshöz, gyakorlatilag full önellátó vagyok, de annyira durván jó tapasztalatom lett Imrével, hogy igenis el fogok járni fodrászhoz, mert ennyi luxus kell nekem is, úgymond, mert én ezt luxusként élem meg, valaki pedig alap szükségletként, úgyhogy ki hogy. Az EU-t szerintől pedig érkezett, és most már elvezek az ilyen csomagbontogatós dolgokhoz, egy ráncfeltöltő ajándékcsomag, ami ugye megvásárolható ilyen karácsonyi csomagként, és van benne egy hialuron filter ráncfeltöltő nappali arcápoló, normál vegyesbőr és egy ráncfeltöltő éjszakai arckrém. Na az a helyzet, hogy ezt, ahogy anyukám meglátta, mivel imádja az eucerin krémeket, és van egy ilyen pigment folt elleni kréme. Azt mondta, hogy ez az övé. Úgyhogy nekem orrom túl lefoghagymás. Minden esetre most nézem meg először, és ezt is megkapja karácsonyra, mert megkapja. De egyébként annyira baj jó a dolog, hogy az ő termékeit, amiket ő használ, és úgymond így kiszemezget magának, azokat azért én is próbálgatom, úgyhogy általában azok ilyen dupla tesztek, amiben anyavéleményét olvashatjátok, és az enyémet is, ez pedig engem is érdekel, hogy milyen, mert amúgy jó tapasztalataim vannak az EUCERINnel kapcsolatban, és a patikából is szeretik vinni az emberek, tehát elég sokan konkrétan az EUCERINt keresik, és ez az arckrém, nem fogom most kibontani, mert egy, hogy beszeretném fotózni még kultúrát formában, kettő, hogy ugye anya ajándéka, úgyhogy nem nyitom ki. Bár az EUCERINnek tök jó minőségűek a csomagolásai, bár ez egy ilyen vastag műanyag, de így is egészen, vagy üveg műanyag, egészen minőségi hatása van, tényleg fektetnek abba is, hogy szép legyen és elegáns minden, és ennél ugye a szürke ezüst, ami dominál, és hát ezeket a kis neszeszereket is imádja anya, mert külön pakol kb. Mindent a táskájában, ilyen kis neszikben, úgyhogy neki ez abszolút praktikus, és van itt egy ilyen pumpás adagolós 15-ös fényvédővel rendelkező krém is, úgyhogy igen, ez a nappali verziója. És hát a fényvédő pedig nagyon kell, mert nálunk, ahogy látom anyai ágon, a nők eléggé foltosodnak így, ahogy idősödnek. Bocsi, anya, hogy elmondtam. Úgyhogy bár a folt halványító krémből kitalálhattátok. Úgyhogy nekem is most már nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy fényvédőzzek, mert bizony nem szeretnék nagyon foltos lenni, és foltot halványítani, amikor már kialakult. Úgyhogy egyre jobban én is törekszem arra, hogy a termékekben is legyen fényvédő, meg nyilván reggel felvigyek alá fényvédőt. Több-kevesebb sikerrel. Nem vagyok elég következetes, még mindig pedig muszáj lenne. Az Avontól is választottam két terméket, és ezt is nagyon szépen köszönöm, ahogy a többit is. Ez pedig az Ennyu Clinicalnek a terméke, és anya erre nem csapott le.
Ez egy éjszakai arcmaszk hialuronik háromszoros technológiával, és ezeket a könnyű, krémes maszkokat ugye a koreaiak alapból beépítik a bőrápolásukba, úgyhogy nekem is benne van már régóta, amióta áttértem erre a koreai vonalra, és ez egy géles arcmaszk, ami baromi jól néz ki, és nagyon igényes a csomagolása, és vannak benne ilyen pici kis golyócskák, amiben nem tudom, mit fogtok látni, minden esetre majd a tesztbe beszámolok róla. Ez ugyanolyan technológia gyakorlatilag, mint a primerekben, meg egyes krémekben, hogy ilyen golyók vannak, csak ebben ilyen kis mini golyók vannak. És ennek nemrég olvastam utána, hogy némelyik terméknél nyilván úgymond ilyen optikai tuning, de némelyik terméknél azért van benne, hogy ne lépjenek reakcióba egymásra a különböző komponensek. Tehát ezekben a kis kapszulákban szintén vannak olyan komponensek, amik tök jól működnek, és ha felkened, akkor ugye az úgy szétkelhető, viszont magában a termékben mondjuk nem kezdenek reakcióba lépni, vagy kioltani egymásnak a hatékonyságát, úgyhogy ezeknek van értelmük ám, de még majd jobban utána olvasok ennek a témának, mert nagyon érdekes. Nagyon kevés infó van róla, és akkor majd külön írok erről valamilyen cikket, vagy valami ilyesmit, mert tök jó dolog erről is tudni, hogy miért történik az, hogy van benne valami kis cuki golyó, és az miért jó, és miből van a burkolata, miből van, szóval miből van a burkolata, stb. És itt a ráztalanító szírum, ami F, vagy AF33-mal, amit nem tudok, hogy mi, szégyen gyalázat, úgyhogy ennek még utána kell nézni, de ez is egy nagyon kis szép minőségi darab, ilyen ezüst borítású és pumpás adagolója van, és ezt most ki is próbálom. Amúgy a maszkot, az éjszakait már próbáltam, de ezt a kis szírumot még nem, de egy nagyon könnyed, de textúrájú, és teljesen semleges illata van, pedig az Avon szeret illatosítani, de ennek nincs illata, ami nekem egy pluszpont, hogy nem tettek bele illatot, bár én nem sírok akkor se, hogyha van benne illat, mert hál' Isten rezisztens általában az illatanyagokra a bőröm. Van még itt előttem egy doboz, és utána rátérek arra a háromra. Ebbe pedig arcfestékek vannak, és úgy örültem, amikor megkeresett ez a cég, hogy mint majom a farkának. Ez a Taitu márka, ami egyébként csillámtetoválásokat is forgalmaz, és igazából gyerektermékek, de mivel tudjátok, hogy én imádok maszkolni, és nagyon régóta szeretnék bevásárolni amúgy ilyen testfestékek, arcfestékek vonalából, viszont az Új utca, vagy utca, ahol Pesten van egy ilyen kellékes bolt, az tőlem messze van, mert Pesten van, és se jutok el oda, hányszor Pesten járok, úgyhogy borzasztó. Ezért nagyon örültem, hogy legalább ilyen formában most igazi minőségi testfestékekkel találkozok, és egy ilyen palettát kaptam. Választottam 6 színt, és kaptam még egy fehéret. A fehér az mindenképp kérésem volt, mert fehér arcfestékkel, ami ugye foltmentesen le tud fedni, olyat még nem találtam sehol, pedig már nagyon-nagyon sok pénzt kidobtam ezekre, úgyhogy mindenképp ki akarom majd próbálni, hogy ezek hogyan is funkcionálnak. Le van ragasztva ez a paletta, és hát benne vannak az alapszínek, mert nagyon sok árnyalatuk van, rengeteg, de én úgy voltam vele, hogy mivel a színkeverés az megy, és tudom, hogy mit mivel kell keverni ahhoz, hogy jó legyen, vagy legalábbis jó közeli. Ezért az alapszíneket szerettem volna mindenképp. Van benne 2 darab ecset, amik megint tök jól jönnek, plusz 7 ecsetmánia, és van benne egy ilyen védőkupak alatt. Fekete, zöld, királykék, piros, sárga és fehér. És én most bele trampliskodok a fehérbe, bár nem fotóztam be, de nem bírom ki, hogy ne. Szóval, igen, egész jó a fedése. De nyilván ez szerintem még vízzel is oldható, úgy érzem, úgyhogy majd meglátjuk, de mindenképp lesz róla videó, és nem tettem vissza a kis tetejét, szóval mindenképp akarok róluk videót készíteni, és ha vízzel oldódik, mert pedig úgy gondolom, hogy igen, akkor ezekbe a kis tároló tetőkbe bele lehet tenni, úgyhogy ez is tök praktikus, és még van itt egy kis fehér monó is a dologhoz, úgyhogy nagyon és lerakom az elérhetőségét mindegyik márkának, úgyhogy meg tudjátok mindet nézni, hogy milyen az oldaluk, és körül tudtok nézni, itt csillámtetkókat is találtok, meg csillámporokat, úgyhogy klassz kis webshop.
Még rövid videókat szeretnék csinálni, de sosem jön össze. Úgyhogy pörgessük meg. A Balans, remélem jól mondom, Balans Naturkozmetikumtól is kaptam egy csomagot, és bevallom őszintén, én kerestem meg őket, mert nagyon izgattak a termékeik. Annyira jó dolgokat írtak más bloggerek, hogy úgy voltam, hogy nekem is ki kell próbálni, hogyha van egy jó magyar márka, akkor nekem is be kell számolni róla, illetve a saját bőrömön kell éreznem, hogy mit tud. Úgyhogy igen, most megkerestem őket, és küldtek egy nagyon cuki válasz e-mailt, és egy doboz landolt nálam, két terméket PC-ztem ki magamnak amúgy, és itt van egy kis leírás a termékekhez, úgyhogy ezeket majd mindjárt használom is, és nem is tudom, hogy melyik volt az. Igen, az egyik, amit én kértem, az az agyagos arcra dír epermaggal. Erről mindenképp akartam írni, ez nagyon érdekelt, és tudjátok, hogy én nem radírozom a bőrömet, viszont az ilyen gyümölcsmagos radírokkal nincs bajom, mert ezek általában annyira gyengédek, hogy elmondhatatlan, és agyagos, és én az agyagos termékeket is nagyon csípem, mert ugye kitisztítják a pórusokat, és tényleg nagyon-nagyon hatékonyak, és full eper illata van. Nagyon durva, mintha egy lekvárba szagolnék bele, és vannak benne epermagok tényleg, illetve ilyen kis, nem tudom, narancssárga pöttyök, és rózsaszín maga a termék, tényleg baromi jól néz ki, nem tudom, hogy szerintem semmit nem fogtok látni, mert nem természetes fényel, hanem fényekkel videózok, és ennek ez az átka, hogy kicsit kiégeti, főleg ha közel próbálom tartani a terméket, de fotót már készítettem róla, még nem próbáltam, de azt hiszem, hogy a ma esti ilyen videózós nap után relaxálós estét szeretnénk tartani, mert ilyenkor szárad ki az arcom a fényektől, full sminkbe vagyok, átsminkelem magam akár kétszer, hogy jó legyen, úgyhogy ez majd az esti rutin. A következő az egy avokádós testápoló szőlőmagolajjal, ami szintén szuper. Hát a szőlőmagolajról én már rengeteget meséltem nektek, amúgy gyönyörűek az összetevői ezeknek a termékeknek. Van benne avokádóolaj, szőlőmagolaj, savvaj, karbamid, kókuszolaj, E-vitamin és hipoallergén, és ennek van egy enyhe zöldes színe, azt hiszem, nem, egy sárgás, sárgás zöld, és pisztácia illata van. Legalábbis engem arra emlékeztet, nagyon durva. Szóval ez is tök jó. És kávés testradírs szőlőmagolajjal. Ez nagyon érdekes, mert nem gondoltam volna, hogy gyakorlatilag porállagú, olyan, mint egy vakontúrás a termék, és eszméletlen jó kávé illata van, de érezhető, hogy ez nem csak egy ilyen kávéörlemény, amit most sok helyen láttok, hogy gyakorlatilag kávéörleményt árulnak egy kis olajjal lelőgybölve, és azt árulják ilyen tasakban testradírként, hanem ennek az illatán már árulkodik, hogy több dolog van benne. Arabika kávéörlemény, himalájai só, kaolin, fehér agyag, a kaolin, szőlőmagolaj, E-vitamin, édes narancsillóolaj, és azt éreztem az édes narancsillóolajat, és hipoallergén illat, tehát ez egy tényleg egy összetett termék, és nem csak egy kis kávézat, amit tényleg nagyon sok márka próbál mostanában meglovagolni, ez jó, ez már az összetevői alapján jó. Fehér kis dobozkában van egy anyakápoló. Igen, ezt a csomagot már kiveséztem magamnak, meg megnézegettem, mert tényleg nagyon érdekelt. Ez az ajakápoló makadámia olajja készült, és ebbe is van kókuszolaj, illetve mívjasz van benne, és botond tavasszal most már tényleg elkezd méhészkedni, úgy fest, úgyhogy legalább megtudom, hogy mit tudnak a méhek, de a propoliszról már jó tapasztalataim vannak, és a másik termék, amit választottam, amikor felajánlották, ez pedig a vitaminos arcszérum argánolajjal, na erre nagyon kíváncsi vagyok, mert csupa jót olvastam róla, szőlőmagolaj, makadámiaolaj, jojobaolaj, argánolaj, Q10 és E-vitamin van benne, és nem tudom, hogy még fut-e a játék, de azt hiszem, hogy van rá egy kis esély, nem tudom, mikor fogom úgy kikerülni a videó, de volt nyereményjátékba is, és leteszem majd az elérhetőségét ennek a márkának is. Még egy magyar márka, ez pedig a Mr. Body márka, ami 100%-ban természetes, kézzel készült, és 100%-ban magyar. Van benne egy-két ismertető, itt le vannak írva a termékekről, amit tudni kell. Van itt egy kis levél,
amiben részletesen le van írva, hogy mik vannak benne, és miket tudnak, és megmutatom belülről, mert nagyon szépen van becsomagolva, illetve kapunk egy kis idézetet is. Naturális élvezet, a bőröt imádni fogja Mr. Body. Úgyhogy nézzük, mit tud Mr. Body, és mi van benne. Még nem néztem meg. Ebben van egy bőrmegújító testradír, ami jó nagy, és nem tudom, ilyen porállagú dolog van benne, de nem tudom, hogy mi lehet benne, próbálok rájönni. Ebben is, ez is kávéörleményes, de ebben is van keserű só, makadémia olaj, kukui dió olaj, hú, ez is tök jól hangzik, grapefruit kivonat, olaj verzióba, E-vitamin, szóval ez is egy csomó mindennel van tele, úgyhogy aztán a testemet szanaszétradírozhatom, bár én a testradírokat, ezokat viszont kifejezetten szeretem, mert az egész testemet nem hámlaszthatok, viszont ugye ezek a kávés termékek, ezek nem okoznak mikrosérüléseket, ha az ember nagyon gyengéden dolgozik velük, úgyhogy szerintem ez bátran lehet használni, testem meg pláne, úgyhogy akinek nem érzékeny erre a bőre, plusz ugye a kávé az felpesdíti a vérkeringést, a nyirokkeringést, úgyhogy tényleg így tök jó hatásai vannak. Na mindegy, nézzük tovább, van itt egy Mr. Body testápoló, érzékeny viszkető bőrre, különleges bőrbarát illattal, kis cuki csomagolás, belőször azt hittem, hogy olyan balzsam, ezt már csapó kettővel veszem, ez egy balzsam, bőrápoló balzsam, 100%-ban természetes, tehát ez egy ilyen kis neszeszerbe bedobós dolog, és van itt még három szappan, hát én nem használok szappant, egyre kevésbé, mert az ekcémám annyira nem csípi ezt, viszont az egyik barátnőm meg elkötelezett szappanmániás, úgyhogy ezt lehet, hogy ő fogja majd kipróbálni és letesztelni, mert ő tényleg esküszik rá, hogy szappan, és hogy a nagymamáink, dédnagymamáink is ezt használták, és milyen szép a bőrük, mondjuk őket nem érte annyi nap, mert meg nem ez a nap érte, de ő imádja ezeket, úgyhogy majd el ajándékozom neki, és majd beszámol róla ő, hogy mit tapasztalt, meg hát neki van ebbe összehasonlítási alapja nagy, én azért már ugyan próbáltam pár szappan, de annyira nincsen nagy merítésem benne, és körömvirágos kamillás van, ez a Herbal Flower, van egy luxori, ez kakaóval és mandulaolajat tartalmaz, illetve egy kecsketeljes és propoliszos Milk and Honey. Na mondjuk ez jól hangzik, de hát ugye a szappanok azok hajlamosak azért szárítani a bőrünket, úgyhogy ezt figyelembe kell venni, hiszen lúgos kémhatásúak. És az utolsó dobozhoz értünk, amiben Crème Mince Karité, remélem jól mondom a márkát, lerakom az infoboxba, és aki tudja, hogy hogy kell kiejteni a márka nevét, az írja már le nekem fonetikusan, mert minden nyelv a mumusom, de a francia az pláne. Na mindegy, ebbe se a vajas kézkrém van, ami így néz ki. A csomagolása valami hihetetlen cuki, tényleg olyan kis franciás, mint a neve. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És igen, 20% se a vaj van benne, ami azért tényleg tök durva. És gardénia, és ezt a dobozt ezt abszolút nem néztem meg, úgyhogy ez tök nagy meglepi lesz számomra. Valamint van még egy kézkrém, ahogy látom, igen, ez is az jázminos kézkrém, és az egyiket ezt megnyerhetitek, úgyhogy ez egy ilyen kis mini nyereményjáték lesz, és annyit kell tennetek csak csupán, hogy feliratkoztok a csatornára, és hagytok egy kommentet, hogy melyiket szeretnétek megnyerni, mert én nem tudok dönteni, és majd amit dob a gép, akit dob, az eldönti, úgyhogy eddig ezeket el se kezdem kinyitni, és nem én választok, hanem ti választottok, úgyhogy a feliratkozásért cserében már játékban is vagytok, és hát szerintem sokan már fel vagytok iratkozva amúgy is. Van itt egy Shea Body Milk, ez egy testápoló tej, gondolom, ilyen kis cuki, ez is ilyen utazós neszeszerben, valamint van itt egy szappan, Shea vajas szappan, ez nagyon kellemes, ilyen francia parfüm illata van, nagyon elegáns, valamint ehhez van, úgy látom, egy kis spatula, ez pedig egy Shea vajas,
termék, lehet, hogy ez konkrétan se a vaj. Megnézzük, mert az állagát megismerem, ugyanis ilyesmi van a patikában is. De mondjuk a seavaj az a termék, amit én neszeszerbe be szoktam dobni, de ez nem, csak, nem hiszem, hogy teljesen tiszta seavaj, mert a sárgás, vagy pedig egy nagyon friss seavaj lehet. Úgyhogy ez is tök szuper. És még van benne egy makaron szappan, és 3 darab mini körömreszelő, ami tényleg tök jó olyan utazáshoz például a táskába bedobni, úgyhogy ez is nagyon kis aranyos ajándék, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Hát ennyi lett volna ez a csomagnyitogatós, elég hosszú videó, de remélem azért élvezhető volt, és nem tekertetek túl sokat bele, bár én szoktam másokéba, bevallom, egyre türelmetlenebb vagyok, és egyre kevesebb időm van, ugyanis tanulok a vizsgára. Szorítsatok a vizsgám! Vizsganapokon, Facebookon majd írok úgyis siránkozó üzeneteket, és játsszatok a kézkrémekkel, legyen szép napotok, sziasztok!